Ma a kuláküldözés áldozatainak emléknapján emlékezünk mindazokra a felmenőinkre, akik a teremtés nagy művének részesei voltak, akik tisztelték az anyaföldet, a természet erőit, akik termést állítottak elő, és életvitelük a felelősségvállalás nyilvánvaló természetességét tükrözte, láttatva az egyedi sokszínűséget, mert nem voltak egyformák ízlésben, igényességben, természetben, vagy éppen szokásaikban. Úgy tört rájuk a történelmi időben a pusztító eszme. 2012 óta az ide vonatkozó törvény értelmében Péter Pál napja, a kuláküldözés áldozatainak emléknapja. Tisztelt kegyelettel emlékezők, polgármester úr, alpolgármester úr, jegyző úr, igazgató úr, köszöntöm Önöket ezen a délutánon kegyeleti megemlékezésünk alkalmából. A határban jelen időben zajlik az aratás korszerű gépekkel, megfelelő gyorsasággal. Csak az időjárás vagy a műszaki meghibásodás szab határt a betakarítás idejének. 2018 a mezőgazdasági gépész körökben Magyarországon és itt Törökszentmiklóson is hivatalosan bejelentett Lábasi János emlékév. A gyáralapító Lábasi János születésének 195. évfordulójára, és itt Törökszentmiklóson a Lábasi féle, ahogyan emlegetik Eke gyár alapításának 170. évfordulójára emlékezünk ebben az évben. A Lábasi János Ipar és Gyártörténeti Alapítvány tartalmas programokat készített elő erre az esztendőre. Engedjék meg, hogy most az alapítvány elnökére, Pálffy István úrra emlékezzünk, aki az elmúlt héten váratlan hirtelenséggel elhalálozott. Készült erre a napra, készült a Szent Miklósi napokra is. Másképpen van most közöttünk. Kérjük a Teremtő és Gondviselő Isten vigasztaló erejét az ő gyászoló családja számára. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki ezen a helyen. A Mezőkövesdi Gépész Múzeum alapítója, Hajdú Ráfis János úr is értesült a szomorú hírről. Már korábban hívtuk őt erre a mai napra, a jeles emlékév kapcsán, de meggyengült egészségi állapota miatt már nem tud utazást vállalni. Egy írását kértem el tőle, amit nagyon szívesen adott közre, és engedjék meg, hogy most ebből egy részletet felolvassak. Jó volna az egészet, mert nagyon szép az írás, de erre most itt nincs mód. A kisparaszti gazdálkodás belső értékei. Mi volt az az érték, a szépség, a büszkeség ebben a nagy szorgalmat, nehéz munkát igénylő kisparaszti gazdálkodásban a gazdaember számára? Először is a föld tulajdonhoz való nagyfokú ragaszkodása, a termőföld szeretete. A föld birtoklásában vélték megélhetésük biztosítását. Ha nem tudták megművelni, bérbe vagy részes művelésre adták, és így biztos jövedelemre számíthattak. Ha maguk művelték, maguk gazdái voltak, és senki nem uralkodhatott felettük. Közvetlenül élvezhették a munkájuk eredményét, a tervezgetés szépségét, a megvalósulás örömét. A természettel szoros kapcsolatban éltek. Az ültetéstől a termés betakarításáig részesei voltak az isteni teremtés nagy művének. Akkor indultak munkába, és akkor fejezték be, amikor azt jónak látták. A családi közösségbe végzett munka nem kívülről jött utasítás, parancsolás útján teljesült, mint a summások életében. Munka közben gyakran dalra fakadtak, a munkához jó hangulatot, kedvet csináltak. A munkát nem teherként, hanem örömmel és büszke helytállással végezték. Maguk nevelték állataikat. Valamennyit. Ezek részére a takarmányt is maguk termesztették.
Az állatok szeretete gazdagította érzelmi világukat. Földjeik a határban talán legtávolabb 6-8 kilométerre voltak, de ezt nem bánták, mert így megismerték a határt. Ismerték, véleményezték, hogy ki hogyan maradt el a munkával, kinek műveltebb a földje, szebb a termése. Gyermekeiket kicsiny koruktól munkaszeretetre és takarékos életvitelre nevelték. Megtanították a gazdálkodás általuk ismert tudományára. A népes, kisbirtokos paraszti családokból kerülhettek ki magasabb iskolai végzettségűek is. Papi hivatást vállalók, iparosok, kereskedők, tanítók, akik az otthonról hozott, családjukból hozott munkaszeretettel és becsülettel helytálltak a választott munkahelyükön. Eddig a részlet, és még jó volna tovább olvasni. Most pedig megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Csönge Attila urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár igazgatóját, aki elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel kérem, hogy ossza meg velünk majd gondolatait, és jellemezze, hogy mi is volt meghatározó azokban az években, évtizedekben, amelyet a mi felmenőinknek át kellett élnie, meg kellett tapasztalnia, és el kellett szenvednie. Mielőtt előadását meghallgatnám, kérem a Törökszent Miklósi Népdalkört, akiket szintén nagy szeretettel köszöntök ezen a napon, hogy hallgassuk meg az ő éneküket, népdalcsokrukat. A népdalcsokrot vezeti, és a népdalkört vezeti Gondáné Árvai Mária. Sej a Miklósi nagyon földi határon, úgy elfáradt karom az aratásba, úgy elfáradt, nem bírom felemelni, sej nem bírom a babámat megölelni. Sej, édesanyám, miért szültél a világra? Miért neveltél az uraság számára? Miért nem adtál béles legény karjába? Vagy dobtál volna a zavarosi szába? Megy a nap lefelé, csókollak, így is, csak az enyém vagy.
Padjó gyertyát égetek én, barna kislány kedvelek én. Erre gyere csak, meg is csókollak, így is, úgy is, csak az enyém vagy. Padjó gyertyát égetek én, barna kislány kedvelek én. Erre gyere csak, meg is csókollak, így is, úgy is, csak az enyém vagy. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megtiszteltetés, hogy itt állhatok Önök előtt, és beszédet mondhatok a kuláküldözés emléknapján. Mondandómat szeretném három részre osztani. Először magáról a kuláküldözésről ejtenék néhány szót, majd pedig tágabb összefüggéseiben nézném meg, hogy mi jellemezte azt az adott kort, és miért történt maga a kuláküldözés, meg végül pedig arról ejtenék néhány szót, hogy a mai élő generációknak milyen tanulsága, jelentősége lehet egy ilyen emléknapnak. Tehát magát a kuláküldözést gondolom, hogy a jelenlévők történelmi ismereteikből már mind ismerik, de néhány alapvető információt mégis fontos, hogy elmondjunk. Ugye 1948-ban vette kezdetét a kuláküldözés, akkor, amikor a kommunisták, ugye a Rákosi Mátyás vezette Magyar Dolgozók Pártja, a fordulat évét követően átvette a politikai hatalmat. Maga Rákosi Mátyás 1948. augusztus 20-i kecskeméti beszédében hirdette meg a kuláküldözést, amely a kollektivizálás, a TSZ-esítés, a szocialista gazdaság és társadalom fölépítésének egyik fontos eszköze volt. Ugye a párt az szó szerint támadást hirdetett a hagyományos paraszti életforma ellen, és a támadás célkeresztjébe a kuláknak bélyegzett gazdák kerültek. Ugye kiszámított kuláknak. Hát a hivatalos álláspont, ugye, amit megfogalmaztak, ugye kezdetben 15, később 25 katasztrális holdnál nagyobb földbirtokkal rendelkező gazdákat jelentett, valójában azonban nem csak a földterület számított, hiszen cséplőgép tulajdonosok, malomtulajdonosok, hentesek, kocsmárosok ugyanúgy fölkerülhettek a kulák listára, és ugyanúgy üldöztetést szenvedhettek el. Valójában az a paraszti réteg számított kuláknak, amely szaktudása, szorgalma és gazdasági felszerelései révén nem csak egyszerűen önellátásra tudott törekedni, hanem piaci árutermelést is folytathatott. Az első kuláklistákat 1948-ban készítették, akkor még adóösszeírásnak álcázva, és aztán ezeket a listákat éveken át bővítették, pontosították, újabb nevek kerülhettek föl ezekre a listákra. Itt a mi megyénkben a lakosság döntő többsége mezőgazdaságból ért, ezért a térségünket nyilván fokozottan érintette a kuláküldözés. A mi megyénkben összesen 5081 kulákot tartottak listán, nyilván országosan pedig mintegy 80 ezer ember számított kuláknak. A kulákokra teljesíthetetlen beszolgáltatási kötelezettséget és büntető pótadókat vetettek ki, és számtalan módon sanyargatta őket a hatalom. Ugye a földjeiket a tagosítások révén rosszabb minőségű földekre cserélték, rendszeresek voltak náluk a házkutatások, fizikai erőszakkal bántalmazták őket, gyermekeiket pedig nem vették fel egyetemre, olykor még középiskolában sem. És az is előfordult, hogy Budapestről kitelepített családokat kulákokkal költöztettek össze, a kulákok házaiba kényszertársbérletre kényszerítve a két különböző családot. A bíróságok pedig pártutasításra rendszeresen elmarasztaló ítéleteket hoztak felettük, hol pénzbírságra, hol börtönbüntetésre ítélve a megkurcoltakat. A kuláküldözés az élet minden területére rányomta bélyegét, hogy csak egy példát mondjak, a korabeli Viszlapban, a Ludas Matyiban is az 50-es években jelent meg Kulák Kelemen és Zsíros Péternek az alakja, akit hát nyilván a karikatúrák rendszeresen kifiguráztak, és a hatalom úgy gúnyolódott a kulákokon, hogy közben a parasztgazdáknak mindennapos terrort kellett elszenvedniük. És az állandó zaklatások és üldöztetések hatására voltak, akik öngyilkosok lettek, voltak, akiket saját házukban vagy a börtönben vertek agyon, és hát azok, akik életben maradtak is, nagy számban hagytak föl a földműveléssel, inkább lemondtak földjeikről, és az iparban elhelyezkedve próbáltak meg menekülni az üldöztetés elől. Az 1956-os forradalmat követően a Kádár rendszerről sokan azt gondolják, hogy már kiegyezésre törekedett a parasztsággal, ugyanakkor arról sokan megfeledkeznek, hogy a forradalmat követően
a második TSZ-esítési hullám az pont ugye a Kádár rendszerben történt, amely hatékonyságában és szervezettségében felülmúlta a Rákosi rendszernek a TSZ-esítési törekvéseit. Ugye itt a mi megyénkben 1958. decemberében, tehát majdhogy nem pontosan 60 évvel ezelőtt indult meg ez a második TSZ-esítési hullám, ahol mint valami katonai hadművelet megszállták a megyét, és faluról falura, városról városra jártak az agitátorok, és gyakorlatilag bekényszerítették a parasztságot a TSZ-ekbe. A kulákok helyzete valójában csak a 60-as évektől enyhült, amikor már a Kádár rendszer is, ugye a konszolidáció éveiben igényt tartott a szaktudásukra a TSZ-ek működtetésében. Ugye ezek a száraz tények, amelyeket a történészek feltárnak, elmondanak és a tankönyvekbe is leírnak, ugyanakkor a kuláküldözés az nem önmagában lógott a levegőben, mint semmilyen történelmi esemény sem, hanem egy tágabb kontextus, egy összefüggés része volt, az adott politikai, gazdasági, társadalmi viszonyok közepette megvolt a maga fontos politikai oka annak, hogy miért volt szükség kuláküldözésre. És hát fontos, hogy ezekre az összefüggésekre is rávilágítsunk, hogy ennek alapján ki levonhassa a számára fontos tanulságokat. Ugye, hogyha vetünk egy pillantást a kuláküldözésre, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez ugye a kommunista hatalom, a kommunista diktatúra képülésének éveinek egy fontos állomása. Hogyan épült ki a kommunista diktatúra Magyarországon? Hát nem egyik pillanatról a másikra, hanem fokozatosan több év alatt, amit Rákosi Mátyás jó előre már 1945-ben, tehát a háborút követően így foglalt össze pártársainak. Idézem. A mi taktikánk, és ezt értsék meg az eltársak, az, hogy a harcunkban lehetőleg soha ne álljunk szemben az ellenség összes erejével, hanem osszuk meg őket, mégpedig úgy, hogy egy része, ha nem is segít nekünk, legalább maradjon semleges, akkor könnyen megy a munka. Ez volt tehát a recept a diktatúra kiépítéséhez, amelyet találóan szalámi taktikának is szoktak nevezni. Ugye a hallgatóság felében is talán ismerősen cseng ez a fogalom, amit ugye általában a kisgazdapárt feldarabolására szoktak használni. Ugye a kisgazdapárt is egy nagy párt volt akkor, voltak benne különböző nézetű politikusok, és a kommunisták nyomására mindig a jobb szénen álló politikusokat ugye kizárták a kisgazdapártból, akik új jobboldali pártokat alapítottak, és így a legnagyobb ellenfele a kommunistáknak a kisgazdapárt egyre kisebbre olvadt össze, mint egy jégcsap. Ugye ezt szokták mondani a szalámi taktikára. Valójában azonban ezt a szalámi taktikát, ezt a fokozatosan leszeletelni és földarabolni az ellenséget, ezt nem csak a kisgazdapárttal szemben használták, hanem az egész magyar társadalommal szemben. Ugye a háború után először csak a korábbi elitet támadták meg, és azt próbálták megsemmisíteni, a társadalom többi részét pedig élni hagyták. Ugye jellemző példa, hogyha itt a kuláküldözés emléknapján, ugye a mezőgazdaságon belül a földosztásnak a kérdése, amely ugye 45-ben megtörtént, ekkor még csak a nagybirtokokat osztották föl, a földesúri osztályt számolták föl, illetve az egyházi nagybirtokokat semmisítették meg, ugye ezzel is az egyházat, mint ellenlábasukat gazdasági létalapjában gyengítették meg. De ekkor még 45-ben a kulákok ellen, az egyszerű parasztgazdák ellen nem indítottak támadást, sőt, talán meglepő módon a kommunisták 1947-ig azzal kampányoltak, hogy a Magyar Kommunista Párt az virágzó mezőgazdaságot és jómódú parasztságot akar, és Jász-Nagykun Szolnok vármegyéből majd Kert vármegye lesz. Ugye ezzel kampányoltak, hogy paraszti szavazatokat szerezzenek a választásokon. Tehát csak a földesúri osztályt támadták, és a parasztságnak a semlegességét azzal biztosították, hogy őket ideiglenesen élni hagyták, és hát ugye a választási ígéretekkel ugye a Kertvár megyét hirdették meg. És csak a fordulat éve után, a politikai hatalom megszerzése után 1948-ban fogtak hozzá magához a kuláküldözéshez. De ami a mezőgazdaságban megtörtént az iparban és a kereskedelemben is, ott is erre a fokozatosságra törekedtek. Ugye a háború utáni újjáépítés szükségességére hivatkozva először csak a nagyobb gyárakat, bankokat, nagyvállalatokat államosították, és a kisiparosokat, kiskereskedőket kezdetben élni hagyták. Csak aztán fokozatosan haladtak az államosítással fölülről lefelé, ugye a 100 alkalmazottat, majd 10 alkalmazottat foglalkoztató üzemeket, vállalatokat államosították, még végül ugye eljutottak magához az egyéni kisiparoshoz, kiskereskedőhöz is, akit bekényszerítettek aztán a szövetkezetbe.
És ugyanez megtörtént a politikai életben is, mint mondtam, a kisgazdapártot földarabolták, fölszalámizták, majd amikor a kisgazdapárttal leszámoltak, utána az addig szövetséges, szociáldemokrata és nemzeti parasztpárti politikusok soraiból is a kommunistákkal együttműködni nem akarokat szép fokozatosan kizárták pártjaikból. Ugye ebben segítségükre voltak az úgynevezett kriptokommunisták, ez a fogalom talán ma már nem annyira közismert, ez titkos kommunistát jelent. Voltak olyan kommunisták, akiket nem a kommunista pártba léptettek be, hanem a kisgazda, a szociáldemokrata vagy nemzeti parasztpártba, ezeket titokban léptették be nyilván, és ezek belülről bomlasztották a rivális pártokat, és nyilván információval látták el a kommunista pártvezetést. De nem csak ezeket a titkos beépített pártagokat használták fel a hatalom megszerzéséhez, ugye a választási csalások eszközétől sem riadtak vissza. Az 1947-es választás alkalmával a választójogi névjegyzékek összeállításakor nagy számban hagytak ki jobboldali szavazókat a szavazójogból, a választás napján pedig úgynevezett kék cédulákkal, ideiglenes névjegyzékkivonatokkal próbáltak meg, hát több helyen leszavazva aktivistákkal saját szavazataik számán növelni. És hát ugye ebbe a nagyévű társadalmi, gazdasági, politikai folyamatba illeszkedik bele maga a kuláküldözés is. Ugye miért volt fontos a kuláküldözés megindítása 1948-ban? Ugye egyrészt azért, mert nehéz lett volna a termelőszövetkezetek diadalát hirdetni, hogyha van egy olyan paraszti réteg, amely önállóan gazdálkodva is nagyon jól megáll a maga lábán, de volt egy átfogóbb cél is, ez pedig a középosztálynak a felszámolása, a megtörése, amelynek maguk a paraszti gazdálkodók is részei voltak. Ugye miért fontos a középosztály felszámolása? Azért, mert az a demokráciának az alapja. Középosztály nélkül nincsen demokrácia sem. Ezért a diktatúra arra törekszik, hogy ne középosztály legyen, hanem klientúra. Olyan emberek, akik a hatalomnak vannak kiszolgáltatva egzisztenciálisan, ugye a hatalomtól függ a jólétük, ezért ki is szolgálják azt. Még ugye egy középosztálybeli, aki a saját lábán is megáll, ugye független a hatalomtól, szembe mer szállni a hatalommal. Ezért arra törekedett a kommunista diktatúra, hogy mindenkit egzisztenciálisan függő helyzetbe hozzon, és senki se legyen független a hatalom kegyétől. És ugyanez volt az indoka annak is, hogy minden olyan, mint igyekeztek felszámolni, amely a hatalommal szemben védelmet biztosíthatott volna az állampolgároknak. Ugye ezért ültették a kommunisták saját embereiket a különböző hivatalokba, a helyi önkormányzatok élére, ezért készítettek különböző listákat, nem csak a kulákokról, hanem mindenkiről, akit ellenségnek tartottak, és hát a történelmi tapasztalat bizony az, hogyha a hatalom kezdi el listázni az állampolgárait, az ellenségeit, akkor akiket ellenségnek tekint, akkor annak igen súlyos következményei lesznek. Ugye ezért indított támadást Rákosi és a kommunista párt az egyház ellen is, ugye itt állunk Mindszentinek a mellszobra előtt, hiszen miután a politikai hatalmat megszerezték és a parlamenti pártokat gyakorlatilag bedarálták és engedelmességre kényszerítették, az egyházak és azon belül is a legnagyobb egyház, a katolikus egyház maradt az egyetlen olyan országos szervezet, amelynek a vezetője még felmerte emelni a szavát az üldözöttekért. Nyilván Mindszenti sem kerülhette el sorsát, ahogy a kisebb szervezetek, szerveződések, civil szervezetek, egyesületek is mind megszenvedték a kommunista diktatúrát, gyakorlatilag ellehetetlenítették normális működésüket. Ugye ezért számolták föl a független sajtót is, hogy ne lehessen ellenzéki véleményt hallani, mindenhonnan csak az állami propaganda szóljon, és a diktatúra képítésének fontos eszköze volt a bíróságok függetlenségének felszámolása is, hiszen hogyha van független bíróság, akkor nincsenek koncepciós perek és kulákok perekében is, akár felmentő ítéleteket is hozhattak volna, de ha hatalom emberei ülnek a bíróságokban, akkor természetesen a nem igazságszolgáltatás van, hanem a hatalmat szolgálja a bíróság is. És hát mindezt Rákosék úgy tették, hogy mindeközben ironikus módon önmagukat a demokrácia védelmezőinek mondták. Tehát ők azt mondták, hogy ők nem kommunizmust építenek, hanem a demokrácia védelmében tették mindezt. Ugye ez talán furcsán hangzik, de a diktatúrák logikáját ez pontosan követi, hiszen hogyha valaki egy adott politikai elképzelést képvisel, és azzal szemben az ellenzék mást mond, akkor ott vitatkozni kell, és esetleg az ellenzéknek van igaza. De hogyha valaki a demokráciát védi, akkor aki vele szemben áll, az mondantól kezdve nem Rákosival vitatkozik, hanem a demokráciát támadta, és innentől kezdve ellenség, a demokrácia ellensége, akivel nem vitatkozni kell, hanem elpusztítani. Ugye ez várta
kulákokra is, ez várt a klerikális reakcióra, ugye, mint Szentivel, és gyakorlatilag mindenkire rá lehetett sütni azt a bélyeget, hogy a nyugati imperialisták ügynöke a demokrácia ellensége, aki nem értett egyet a kommunistákkal. És hát ugye ezek a nagyobb összefüggések, amelyek a kuláküldözésről és az adott korszakról elmondhatók. De amikor itt az áldozatokról megemlékezünk, ugye ha végignézek a hallgatóság sorain, akkor úgy gondolom, hogy többen is vannak, akiknek nem csak ezek a száraz történelmi tankönyvbe illő tények jutnak az eszükbe, hanem kinek eszükbe jutnak a szüleik, nagyszüleik által elmesélt történetek, ugye megelevenik képzeletükben az üldözött parasztgazda, az őt zaklató rendőr, vagy éppen pártfunkcionárius. És hát az üldözötteknek, az áldozottaknak az emlékét azzal őrizhetjük meg, és akkor emlékezhetünk meg rájuk igazán méltó módon, hogyha ezeket a személyes történeteket megóvjuk a feledésbe merüléstől. Talán sokan ismerik I.S. Gyulának az Egy mondat a zsarnokságról című versét, az egész verset nem mondom el, bár illő volna, de az utolsó verszakot engedjék meg, hogy idézzem, így szól, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál. Ha azt hiszük, hogy ez költői túlzás, akkor én a levéltár munkatársaként azt tudom mondani, hogy bizony, nagyon fontos az, hogy kiről milyen források, dokumentumok maradnak fönn. Hiszen, hogyha valakiről nem marad fönn semmilyen írott emlék, nem maradnak fönn a történetei, akkor elfelejtődik, és olyan, mintha soha nem is élt volna. Csak az válik a történelem részévé, amely történet, akinek a történetét leírják, és megmarad. Ugye a levéltár az történelmi írott forrásainak az őrzője. Ez a mi munkánk, nem csak őrizzük, kutatjuk is ezeket a dokumentumokat, amelyeket őrzünk. És hát a levéltár anyagán, ha végigtekintek, akkor ugye nyilvánvaló, hogy az elmúlt évtizedekben elsősorban azokat a dokumentumokat vette át a levéltár, ugye évtizedeken át, amely az adott hatalomnak a látásmódját tükrözte. Itt beleértem a kulák listákat, a különböző pártjegyzőkönyveket, és hát a kommunista veteránoknak a visszaemlékezései gyűjtötték hivatásszerűen. Az áldozatoknak az elbeszéléseit nyilván senki nem gyűjtötte. És hát nagyon fontos, hogy ezek a történetek is megmaradjanak, hogy ne csak a hatalom mondja meg azt, hogy kik voltak a kulákok és milyen volt ez az adott korszak, hanem a másik oldal, ugye az áldozatok elbeszélése, narratívája is fennmaradhasson, hiszen ezáltal válik teljesebbé, hitelesebbé a történelmi ismeretünk, hogyha mindkét oldalnak, illetve hát ugye itt elsősorban az áldozatoknak a elbeszéléseit is megismerjük. Ezeknek a történeteknek a gyűjtése, ezeknek a megismerése árnyalhatja történelmi ismereteinket. Ugye fontos, hogy ezek a történetek azért is megmaradjanak, mert ezek erősítik a helyi identitást, ugye ez a megemlékezés sem egy öncélú kötelező kör, hogy emléknapon is kötelező megemlékezni, egyáltalán nem kötelező megemlékezni, de ha már megemlékezünk, akkor ugye ez egyrészt nem csak a helyi identitást erősíti, hanem az itt élőket is arra bátoríthatja, hogy az idősebbek történeteit gyűjtsék, megőrizzék az utókornak, hiszen ezekből a történetekből tanulhatnak a következő generációk tagjai, és tovább gondolkodásra biztathatja az itt élőket. Hiszen ugye általános bölcsesség nem csak a kuláküldözés, hanem minden történelmi esemény kapcsán, hogy az a nemzet, amely nem tanul elődei hibáiból, arra van kárhoztatva, hogy újra elkövesse azokat, és újra megszenvedje azok következményei. Én ezekkel a gondolatokkal kívánom az itt élő idősebbeknek, akik esetleg gyerekként még megtapasztalták és megszenvedték a kuláküldözést, hogy osszák meg történeteiket a fiatalabb generációk tagjaival, a fiatalabbaknak pedig azt kívánom, hogy az idősebbek történeteit meghallgatva, kellő bölcsességgel felvértezve, hát képesek legyenek megtalálni az emberséghez méltó helyes utat mindenféle politikai rendszerben. Köszönöm, hogy meghallgattak. Valamennyiünk nevében megköszönöm Csönge Attila úrnak a előadását, megemlékező gondolatait, az időrendi áttekintést köszönjük szépen. Én magam ezt a szót használom erre az időszakra, ami az 50-es években zajlott, hogy pusztítás. Talán erős ez a kifejezés lehet, mert sok minden modernizálódott az akkori gazdasági életben, de valami végleg átalakult és eltaposódott, aminek nem kellett volna. Németh László írja a Minőség forradalmában. Nem hiszem, hogy az elosztás meggyógyítja az élet mély baját.
A szocialista gondolkodás a gyári munkásságra, a földmunkásságra és a gazdasági cselédségre épít, s lenézéssel kezeli a kispolgárokat, a földes parasztokat, a szabadiparosokat, a kereskedőket, az értelmiséget. És elgondolkodtató az is, hogy a valamikori szlogen, ő azért szegény, mert a másiknak van, milyen jól bevált magyarázat lett sok mindenre. Amikor most elhelyezzük hamarosan a kegyelet virágait, akkor gondoljunk azokra a felmenőinkre, akiket a kulásság bélyegével illettek. Ilyen bélyeg került akkoriban a háborúból, hadifogságból hazatért földbérlőre, az egykori jegyzőre, orvosra, ügyvédre, malomkocsma vagy cséplőgép tulajdonosra. Az autonómiával rendelkező, a falu vagy a város társadalmában mintának számító személy vagy család megalázása, megbélyegzése volt a cél. Kérem, hogy most ezen a felszentelt helyen, Mindszenty József bíboros hercegprímás emlékművénél a tisztelet és az emlékezés búzakalászból font koszorúját helyezzük el, és kérem majd azt követően, hogy akik virágot hoztak, azt is helyezzék el a szobor talapzatánál. A koszorúzás alatt pedig a népdalkör énekét hallgatjuk meg. Megvág a hajszás ökre fülére, hajszás ökre megergeti a nyarvát, véres gyerek öleli a babát. Jön a szegér érte. Bánom ökreimet, most járom szögemet, hely cifra ösztökémet, barna szeretőmet. Aki akar tiszta búzát kaszálni, aki akar hűszeretőt tartani, nem kell asztalt húval elherbasztani. Béres gyerek, lőfitlát megszántani, a csizmáját otthon hagyta vasalni. 9 kovács nem merte elvállalni, mert nem tudott rózsás patkót csinálni. Szállt a béres gyerek, csörög a járom, kemény a föld a szapári határon, olyan kemény, még az eke se járja, minden lánynak szép a maga babája. Olyan kemény, még az eke se járja, minden lánynak szép a maga babája.